Augusztus 2-án több napi munka után beszerelésre és beüzemelésre került a református templom új digitális orgonája. Koncz Tibor lelkipásztort a régi templomi hangszer történetéről és az új orgona megvásárlásának előzményeiről, körülményeiről kérdeztük. A 20 évnél egy kicsit nagyobbat ugrunk, mert egy majdnem 150 éves történet az, amit ebben a templomban orgona ügyben lezajlott. A mellettünk álló orgona egy kitűnő, a maga nemében páratlannak mondható orgona, romantikus orgona, Moser féle, ami egy salzburgi orgonaépítőmestert takart név szerint, és egy hatalmas nagy érték, de mint ahogyan sok minden érték az idők folyamán, a viharvert állapotát, zaklatottságát, mindent tekintve elmondhatjuk, hogy az már a korával együtt járó betegség jeleket is mutatta. Ez úgy nagyjából ezelőtt egy 20 évig volt úgy még elviselhető, elhordozható, de az utolsó 2 évtized már egyértelműen arról szólt, hogy már nem lehet tovább toldozgatni, foldozgatni, tehát nagyon komoly teendő van az orgona megmentésével, restaurálásával kapcsolatban. Aztán tegyük hozzá, hogy még az orgonának a maga korával, használatával kapcsolatos nehézségei, problémái mellett emberi mulasztások sora is besegített abba, hogy ilyen állapotba kerüljön. Értve ez alatt, amit sokan láttak, tapasztaltak, hogy beázott a templom, úszott a vízben, szerencsétlen orgona. Emellett egy, nem akarom nagyon pejoratív módon megnevesíteni, de inkább így mondom, hogy túlságosan hozzá nem értő szakember hozzányúlt és a rendszerét megbolygatta, az is hozta magával, hogy elodázhatatlan lett, hogy valamit kezdjünk az orgonával. Mit lehet kezdeni egy orgonával? Mindenki rávágja, hogy restaurálni kell, fel kell újítani. De ez az orgona, ami az országban, ebből még másik 5 darab van az egész országban. Ennek a felújítási költségei a 250 milliótól a 140-ig terjednek. Tehát nyilván ez nem megoldás. Pályázat, lehetőség arra, hogy felújítsuk ezt az orgonát, az sajnos nem volt. Nem is lesz szerintem. Pénzünk aztán végképp nem lenne egy ilyen orgona teljes rekonstrukciójára. Ezért léptünk egyet. Akkor nézzük meg, hogy mi az, amit a legjobban hiányolhatunk az orgonából a mai idők, korok elvárásainak megfelelően. Ha a sípokat nem veszük, akkor csak a rendszerét. A rendszerét, klaviatúráját tekintve, hogyha azt kellett volna cserélni, az is 15 millió. Tehát mi mindig ott tartunk, hogy hatalmas összegről beszélünk, és tulajdonképpen még mindig nem vagyunk olyan állapotban, hogy hátradőlhetünk, hogy ez férfias munka volt, és akkor most már minden rendben lesz. Ezért vetődött föl sok hely, sok lelkész kollégám, sok organista tapasztalatát begyűjtve, és kezdtem el mondani először én magam, hogy egy digitális orgonát kellene pluszba beállítani. Ami a biztonságot, a maximális mai igényeket jelentve is, kérdést föltéve, hogy megfelel, akkor azt mondjuk, hogy 100%-ig. Ez ment éveken keresztül, hogy kínlódtunk, próbálkoztunk, vagy megújítjuk a templomi orgonánkat, a romantikus nagy Mózer orgonát, vagy pedig beállítunk egy másikat. Egészen addig ment ez a vita, ez a közöttünk hozzáértők és hozzá nem értők közötti közös gondolkodás, eszmecsere vita, amíg egyszer élőben, mert ide hívtunk ebbe a városba, ebbe a templomba kitűnő orgona művészt, Rákász Gergelyt, aki elhozta a maga digitális orgonáját, és akkor többen meglepődtek, hogy hát ez nem azt jelenti, hogy valami teljesen gépi dolog, teljesen mechanikus dolog, amit olyan pótcselekvésnek el lehet fogadni, hanem valóban
teljes értékű orgona. És mi akkor ebben a dologban kitűnő barátaimmal, kitűnő közös gondolkodású, velem egy húron pendülő és az egyházért és a városért tenni akaró jó embereimmel, ezt még egyszer végig gondoltuk. És különösen is volt egy kedves barát, egy kedves városért, gyülekezetért, térségért tenni akaró férfi ember, dr. Sánta József, aki egyszer azt mondta, és ennek örültem, hogy kimondta, hogy jó, akkor most már ebben a dologban elég volt a közös gondolkodásból, tenni kell. És elindultunk. Tehát tulajdonképpen a sokféle gondolat, sokféle akarat itt koncentrálódott, és ebben az esztendőben, főleg ilyen nyári időben azt gondolná az ember, még a fű sem nő, de bennünk elkezdett nőni egy közös akarat. Jóska bátyánknak, aki egyúttal tiszteletbeli presbiterünk, a Városvédő Egyesületnek elnöke, tiszteletbeli elnöke, és hát a város egyik kulturális életének motorja. Ebben a dologban elindultunk, és kértünk árajánlatokat, kértünk referenciát, és eljutottunk odáig, hogy érlelődött bennünk a döntés, hogy a presbitérium elé tárjuk ezt a lehetőséget. Úgyhogy időközben a főorvos úr már elindult a maga ismeretségi körében, megszerezte a támogatást, sokan már előre jelezték, hogy amennyiben erre lesz elindulásunk, akkor mindenképpen jönnek velünk, mellénk állnak, hiszen ez egy közös érték, közös kincs, ebben nem reformátusok vagyunk, csak érintettek, érdekeltek, hanem benne vannak a katolikusok, benne vannak azok is, akik talán nem tartoznak egyik felekezethez sem, de szeretik a zenét, szeretik a szépet, és tudják azt, hogy ha ide koncerteket hozunk, akkor olyan élményben lehet részük, amit legközelebb mondjuk Debrecenben lehet átélni. Úgyhogy minden a Jóistentől úgy lett kiteremtve, hogy mintha mindenki erre a jelre várt volna, és akkor szépen összeadtuk a lehetőségeinket, gondolatainkat, a presbitérium maximálisan támogatott ebben a dologban, és akkor végül megrendeltük az orgonát, és mondhatom, hogy villámgyorsan dőltek el a dolgok, mert a megrendelést követően 2 héten belül már szól az orgona. És most itt tartunk. Az új hangszer beszerzésében oroszlán részt vállalt a Városszépítő Egyesület is, a nagy munka egyik mozgatórugója dr. Sánta József volt. 1926 nyarán, amikor pólyás gyerekként itt kereszteltek. Ez volt az első találkozás. És régi karcagi református család sarjaként tulajdonképpen tanulmányaim során hozzá kell tegyem, hogy ez a református Nagykun gimnázium értendő ez alatt. Az egyetemi éveim után hazakerültem mindjárt a karcagi kórházba. Az a sok-sok emlék, ami a fiatal kor, későbbi kor, hiszen a esküvőnket is Szabó Katalinnal itt tartottuk. Ezek nagyon komoly emlékek. Ami pedig az orgonához való kötődés jelenti, hát azért hozzá kell tenni, hogy ugye a II. Világháborúban idegen csapatok itt is sok minden kellemetlen dolgot cselekedtek, szétdobálták az orgonát, nagy nehezen rakták össze, és sok-sok javítás után sem tudta az eredeti hivatását teljesíteni. És ugye annak idején az oldalt látható 2 kiálló nagy pedálon diákok ugye, fújtatták az öreg orgonát. Hát ez a diákoknak nagy szenzáció volt, de hát meg kellett dolgozni. Amikor valójában már méltatlan lett az a helyzet a nagy templomhoz, hogy orgonája nincs, és hát egy harmóniumon
játszva a istentiszteletekhez ezt használták, de valóban elérkezett az idő, hogy már változtatni kell ezen. Az, ami a templommal történt, és egyáltalán az egyházi építkezések során, abban óriási, mondhatnám, történelmi szerepe van Kunsz Tibor vezetőlelkész úrnak, feleségével, munkatársaival. Valóban olyan több mint 10 évet sorolhatnánk, sok minden dátummal, sok minden olyan eredménnyel, amelyiknek a legvégső látképe ez a csodálatosan felújított templom is. Amikor az felmerült, hogy egy modern orgona szolgáljon tovább, és a régi orgonának a felújítása valami iszonyatos nagy pénz lenne, akkor valóban egy nagyon kedves orgonaművész barátom, Rákász Gergely orgona játéka adott egy végső indítást ahhoz, hogy ezt megvalósítsa az egyház. Én ebben egyrészt református emberként, őseimtől örökölt kötelességem szerint, másrészt pedig a Városvédő Egyesület 30 évig lévő elnökeként, amikor hát a város életében, kulturális vonatkozásban, egyéb vonatkozásban is természetesen sok társal, nagyon áldozatos és tevékeny városi polgárokkal jó néhány dolgot el tudtunk érni, amik a városnak ma is dísze. És azt vállaltam, hogy segítendő nagy tiszteletű úrnak, segítendő az egyháznak, részt veszek ennek a nem kevés pénznek az előteremtésében, és valóban igazán mondom, hogy szinte meghatódtam, amikor nem is jelentéktelen, komolyabb összegekkel azon a íven, amelyikre följegyezték névvel, hogy mennyit óhajtanak adni az orgona felújítására, amelyik a 20 ezer forinton, a 100 ezer forinton, a 250 ezer forinton kereszt az 500 ezer forintig terjedt. Talán egyszer a neveket is lehet említeni, de én inkább ezt most nem teszem. Gyakorlatilag olyan külső segítséget is kaptunk, amelyik nagyon jelentős. Ami pedig az egész orgona, nem is az ideszállítása, hanem a felhozatala, az egy külön történet volt, mert 10 ember lentről, fentről cipelt, és ezen a kis keskeny lépcsőn sikerült felhozni. Viszont ahhoz, hogy ez az orgona, amelyik műemlék orgona, mégis a képében közelről, távolról az esztétikai vonatkozásokat is teljesítse, azok a csodálatos hangfalak, amelyek jobbról, balról, mind a két oldalon felszerelésre kerültek, ott Nagy Károly volt, aki nagyon komolyan segített persze Olár Kálmán is, és hát, ha már neveket említettem, még több mindenki más. Tény az, hogy némi izgalommal figyelve ide került az orgona. Ami pedig az egész előkészítés jelentette, hiszen itt az elektromos vezetékek, kábelezés előkészítése volt, abban pedig a főgondnoknak, Szentesi Lajosnak van múlhatatlan érdeme, aki valóban reggeltől estig azután járt, és azt intézte, hogy az orgona megfelelő módon, megfelelő időben helyére kerüljön. És hát az a kiváló vállalkozó,
Labonc János pedig egy nap alatt elkészítette azt a dobogót, amin most ez az orgona áll. Úgyhogy amikor ideérkezett, tulajdonképpen a szállítókkal, a cég szakértőjével kíséretben idejött orgona művész délelőtt 9 órától délután 3 óráig hangolta fel. Hát ez egy külön érdekes történet, ez komputeres segítséggel. Való igaz, hogy amikor az első fortissimót hallgattam, én lementem a leghátsó sorba meghallgatni, hát azt hiszem bevallhatom, hogy elérzékenyedtem. A történet vége az, hogy nem csak kultikus cél szolgál az orgona. Ha lesz erre szervező akarat, városi szinten, vidéki szinten, akkor itt olyan koncertekre kerülhet sor, amelyikben a Tiszán túlon tulajdonképpen csak Debrecen képes. Én magam nagyon örülök mindennek, ami erőtöm teljet megtettem, hogy ez sikerült, az pedig az Isten segítségével történt. A régi Moser orgonával először 1996. szeptemberében kerültem kapcsolatban. Akkor jelentkeztem és kezdtem el Nagykőrösön a református tanítóképző főiskola szakán tanulni, tanítókántorszakon. Ekkor kezdtem el ezen a gyönyörű, szép műemlék jellegű orgonán gyakorolni. Már akkor sem volt igazából nagyon jó a mechanikája, hiszen egyik billentyű ennyit késett, másik billentyű annyit késett, igazából barokk darabokat, olyan darabokat, amiben futamok voltak, soha nem lehetett rajta lejátszani. Igazából istentiszteleteken végül is lehetett liturgikus célokra használni, de igazi koncerteket sajnos már nem lehetett ezen a régi nagy orgonán adni. A mechanikája évről évre egyre rosszabb volt, nem csak a billentyűsor, hanem a pedál billentyűzetről nem is szólva, hiszen a pedál billentyűzet nagyon rossz állapotban volt már, voltak olyan hangok a pedálban, amelyek nem is szóltak, vagy beragadtak, tehát igazából orgona darabokat nagyon keveset lehetett eljátszani ezen a nagy orgonán, hiszen az orgona ugye abban különbözik az zongorától, hogy nem csak kézzel, hanem lábbal is lehet játszani. Úgyhogy nagyon örülünk ennek az új hangszernek. A legnagyobb különbségek a két hangszer között az, hogy a régi orgona, a Moser orgonának két manuálsora van, míg az új digitális orgonának pedig 3. Eleve több a lehetőség a megszólaltatásra. A régi orgonának 30 regisztere volt, tehát 30 különböző hangszín, most ezeket lehetett ugye kombinálni egymással. Ennek az új digitális orgonának pedig 56 plusz 8 regisztere, tehát több száz hangszint lehet megszólaltatni ezen az orgonán. És hát nem is beszélve, hogy a pedálsorról, tehát most már teljes mértékben meg lehet szólaltatni akár vasárnaponként az orgonát, illetve koncerteket is lehet, igazi orgona koncerteket adni. Meg lehet szólaltatni barokk darabokat, nagy romantikus darabokat és a különböző kórstílusok zeneszerzőitől írt darabokat. Koppány Marika néni már kipróbálta, és a gyülekezet nagyon nagy örömmel vette. Bízunk benne, hogy nagy örömre szolgál már a gyülekezetnek is, illetve nem csak a gyülekezetnek, hanem a városnak is nagyon nagy élményt fog nyújtani ez az új szép hangszer. Az új orgona tehát ma már az Isten tiszteletek szolgálatába állt, az egyházközség vezetői azonban úgy vélik, az új lehetőséget komoly zenei előadásokon is hasznosítani lehet majd, hiszen templomunk akusztikája erre nagyszerű lehetőséget ad.